Csak is erre. Kell lesz nekem, Páz. Szükségem van rád. Édesem. Nekem is rád. Nekem is rád. Édesem. Mi az? Miért érzem úgy, hogy valami baj van? Úgy érzem, hogy valamit nem mondasz el. Barbara a baj? Tudod, sok gondom van. Igen, az egyik bizony Barbara. Azért nem mondtam el. Mert nem akartalak ezzel traktálni. De az az igazság, hogy Barbara terhes. És a gyerek apja Nicolas Pacheco. Magyar hangok. Sörös Sándor, Menszátor Magdolna, Bozsó Péter, Németh Kriszta, Mezei Kitti, Zsurs Kati, Starenki Pál. A szerelem rabjai. További magyar hangok. Rosta Sándor, Varga Gábor, Koroknai Géza, Kéri Kitti, Zsigmond Tamara, Pap Kati, Kajtár Róbert, Rubold Ödön, Nemes Takács Kata, Makai Sándor. Írta Marcela Sitterio és Enrique Estevanez. Zenéjét szerezte Maxi Riquelme. Fényképezte Jorge Medina. Rendezte Carlos Luna és Csancsa Ambrosini. Ez egy csoda! Milagros kisasszony visszajött! Gino! Ő a testvéred? Igen. Igen? Barbara, itt vagy? Miért nem mondasz semmit? Nem is üdvözölsz? Csak meglepődtem. Erre tényleg nem számítottam. Kivel vagy itt? Pacheco. Nicolas Pacheco vagyok. Örvendek. Én is szintúgy. Megmondaná valaki, hogy kicsoda Nicolas Pacheco? Az túl sokáig tartana. Barbara, nem örülsz annak, hogy itt vagyok? Nem örülsz? Nem is üdvözölsz engem? Fejezd már be végre, és ölelj meg. Ez ám az ölelés. Azért kaptam, mert régen találkoztunk. Nem szoktál ilyen szenvedélyes lenni. Ne piszkálj már. Nem piszkálj. Nagyon hiányzott nekünk. Jó, hogy újra látjuk. Köszönöm, Gino. És hol van anya? Már annyira hiányzik. Anya? Igen. Anya elutazott. Elutazott? Igen. Gondolom, hamarosan hazajön, igaz? Igen, azt hiszem, igen. Sokáig maradsz itthon? Tudod jól, hogy sehol sem tudok sokáig maradni. Meséljetek valamit, olyan régen voltam itt. Gondolom, sok minden történt, igaz? Szerelmes lettem Pasculiba. Össze fogunk házasodni. Tessék! Pasculival, a tejkirály tulajával.
Tatjana van itt. Tatu! Nagyon sajnálom. Nem akartam, hogy így tudd meg. Jobb lett volna, ha neked is elmondom. Ne. Ne aggódj, Paz. Semmi baj. Én komolyan örülök annak, hogy Barbara terhes. Komolyan mondod? Nem baj, hogy ő nem rossz neked az... Hogy Nikolász az apja, nem baj? Nem. A mi kapcsolatunknak vége, és joga van ahhoz, hogy újra kezdje az életét úgy, ahogy ő akarja, és azzal, akivel akarja. Nem baj. Sőt, örülök annak, hogy végre szerelemből cselekszik, és nem holmi ígéret miatt. Tessék, te tudtad ezt, Tatjana? Igen, tudtam. Hallottam, amikor azt mondta, hogy az ígéret miatt vett el. Ezért hagytad őt el? Nem élhetek olyannal, aki nem szeret. De szeret téged. Ezért tette azt, amit tett. Hidd el, Tatu. De nem úgy szeret, ahogy Barbarát. Ezt nem nehéz észrevenni. Ahogy elhagytam, már is Barbarával kezdett járni, úgyhogy... Ráadásul Barbara terhes. Ezek szerint akkor is együtt voltak, amikor Nikolász még velem volt. De nem érnek el. Nem kell miattam aggódni. Sajnálatból senki se legyen velem, nem? Egyébként azt kívánom, hogy kezdje újra Barbarával, és legyen egy családja. Engem boldoggá tett ezzel az ígérettel, és megérdemli, hogy ő is nagyon boldog legyen. Nem teheted ezt velem, ő az én fiam. Kérlek, hadd fogjam meg egy kicsit, jó? Nem engedem el. Ugyan már, ne legyél ilyen kegyetlen. Ne félj. Kérlek. Add ide nyugodtan. Add csak. Lássuk. Nagyon pici. Igen. Kérlek, óvatosan. És gyönyörű. Igen, nagyon gyönyörű. Rád hasonlít. Nagyon helyes. Nagyon kicsi. Figyelj ide, tudom, hogy elbénáztam a dolgokat, de amikor együtt éltünk, nem volt olyan rossz, igaz? Ha? Csúnyán viselkedtél velem. De megváltoztam, esküszöm, hogy... Mondtad már, hogy megváltozol, de ezek csak üres szavak. Nem bízom benned többé. Kérlek, bíz bennem, kérlek. Megígérem, de el akartad adni a gyerekünket. Ezt sosem bocsátom meg. Nem, ez nem igaz. Ez baromság. Nem akartam eladni. Csak jobb jövőt akartam adni neki. Ha? Mi mit adhatunk neki? Halljam csak. Mit adhatunk neki? Ha? Neked semmit sincs. Mindig csak a tesóiddal foglalkozol. Te még írni, olvasni se tudsz, mégis... Mégis mit adhatnál ennek a kisfiúnak? Gondolj csak bele. Gyereket akartál. Oké, beleegyeztem, és itt is van. Világra jött, ha? De most oda kell adod valakinek, aki rendesen fel tudja nevelni. Ha? Nagyon kérlek. Olyan kicsi még. Menj meg őt. Menj meg, amíg lehet. Még arra sem voltál kíváncsi, hogy a fiad neve Sebastian. És aztán úgy döntöttünk, hogy felvállaljuk a szerelmünket. Enrique is túltette magát a pénzügyi problémáin, mert Paz munkát adott neki. Ezt nem hiszem el. Hát én is alig. Elég volt, Gino. Jaj, Barbara, olyan vagy. Hadd fejezze be, meséld végig, Gino. El is felejtettem, hogy te vagy a jó kettőnk közül. Barbara, nem beszélhetsz így vele. Barbara beszélhet, ő ilyen. Barbara, megkérhetlek valamire? Hívd fel apát, meg akarom ismerni a kis testvérünket. Mi a gyönyörű baba. Jól van, beszélgessetek csak kettesben. Maradhatsz, engem nem zavarsz. Nem lehet, sajnos dolgom van. Azért köszönöm. Szia. Szia. Gyere, beszélnünk kell. Szia, Gino. Szia. Légy jó.
Oké. Azt hiszem, hogy beszélnünk kellene. Majd hívlak. Jól van. Szia. Barbara, el is ment? Igen. Ő a barátod? Nem. Nem? És Gizsó, a volt férjed? Még mindig jóban vagyunk. Jól van, érzem, nincs kedved erről beszélni. Jól érzed. Jól van, akkor mesélj anyáról. Apa szerelmes, de mi van anyával? Apa, átjönnél, itt van Milagros. Már itt is van a testvéred. Itt van, és nem tudom, mit mondjak neki. Nem árulhatom el, hogy anya Juan barátnője, és ikreket vár Juantól, aki vak, és Gabriela férje volt, aki a nagynénje. Azonnal gyere! Nem mondj neki semmit. Már is megyek. Istenem. Miért nem tudsz egy helyben maradni? Mert valami olyat akarok csinálni, amit már régóta nem csináltam. Ölej meg. Szeretlek, testvérként. Pedig idegesítő tudsz lenni. Mégis szeretlek. Te tökéletes vagy, de én is szeretlek. Bolond. Nem kértek egy mátét? Itt? Igen. Ez őrület. Igen? Van itt máté? Hát persze. Olyan jó, hogy itt vagy, édesem. El akarok innen menni. Utálom ezt a helyet. Úgy unatkozom, és nincs változás. Az a fontos, hogy most végre együtt persze, vagyunk. Persze, de unom. A kezelés pedig folytatni kell. Unom. Juan Manuel, menjünk! Az orvos már vár a terápiás szobában. Csúnya, doktor bácsi. Megyek. Elment? Nem, még itt van. De csúnya vagy. Juan, siess már! Megyek. Tudod, hogy nem szabad megvárakoztatni az orvost. A lány sokkal jobban kedveltem. Persze. Olyan türelmes volt velem. Megyek! Itt vagyok ám. Gyere velem, hol vagy? Fogd meg a kezemet, jó? Gyere szépen. Szia, tatu. Olyan csökönyös vagy. Az orvos mérges lesz. Azt mondta, hogy őt jobban kedveli. Hallottam. Miért nem mondod el neki, hogy Milagros a te lányod? Nem tudom. Talán félek a reakciójától, de hamarosan eljön az ideje, hát tudom. Igen, előbb vagy utóbb, biztosan. Lehet. Nem értem el Milagrost. Nem tudom, hol van. Nem tudom, hogy Párizsban van-e, vagy máshol. Ezt nem bírom tovább, Tatjana. Nem bírom. Hogy lehet ilyen kegyetlen az élet? Itt vagyok. Én itt vagyok. Megszakad a szívem, Tati. Hogy mondjam el Juannak? Csak nyugodj meg. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Olyan, mintha végre a lányom lennél. Köszönöm, Tatjana. Ugyan. Szóval tetszik a kutya? Persze, nagyon édes, és barátságos is. Itt a szék. Igen. Persze, hogy barátságos, és nagyon szelíd is. Igen. És fehér, olyan a szőre, mint a gyapjú, nem harap és nem is ugat. Megérzi, hogy ki a jó ember, és biztos, hogy magán is érezte. Képzeld el, hogy kiskoromban ahány kutyát csak találtam, mind hazahoztam. Az apám meg akart ölni ezért. Ahogy öregszem, egyre engedékenyebb vagyok. Apa! Apa! Szia, édesem. Szia. Szia. Hiányoztál. Sandra az őrületbe kerget, amióta idejöttünk. Ne neves, már jobban ismeri Zürichet, mint Buenos Aires-t. A kirándulás alatt összetalálkozott valami chileiekkel, és folyton csak mennek, mindenfelé, egész nap.
Elképesztő. Szeret ismerkedni. Igen, de én nem. Jól néztek ki együtt, szép pár vagytok. Jól is vagyunk. Igen. Mondhatni. Lehet, hogy ahogy visszamegyünk, elkezdjük az adoptálási procedúrát. Ennek nagyon örülök. Jól átgondoltam ezt az egészet, és ha apa akarok lenni, akkor adoptálnom kell, mert Tatjánával sokkal nehezebb, mint azt gondoltam. Érted? Ne mondd ezt. Tatjana közeledik feléd. Igen, de nem úgy, ahogy... Vagyis sohasem tudom felvenni a versenyt Juannal. Ez az igazság. Viktória, erről van szó. Ha történne vele valami, vagy kellene neki valami, akkor hozzá fog fordulni. Tátó. Hello. Na, találkoztál Juannal? Beszéltetek? Nem tudtam. Valami baj van? Történt valami? Ölej meg. So we sleep in beds we've never made, holding close to love. Mit csinálsz te ezzel? Ne mondj semmit. Angeles babájáé lesz. Igen. Nézd csak, miket vettem. Neked tetszik? Vannak ruhák. Jaj, de szép. Ezt nem hiszem el. Ezt nézd, jaj, de édes. Cumis üveg? Eszembe jut, amikor Páncsó még kicsi volt, de édes. Ez jó lesz neki? Ez rózsaszín, nem jó. Na, de az nem baj, nem végül baj. Is lehet, hogy belefér. De jó csak lesz, a virágokra sok. Jaj, de szépek. Nézd csak. Nagyon jó. Van nagyon pártedli jó. Is. Mutasd csak. Vettem neki mindenféle ruhát és gyerekágyat is. Nagyon lelkes vagy. Igen, imádom. El tudom képzelni, hogy érzed magad. Mi mész most keresztül? Nem tudod elképzelni. Angeles különleges. És a baba... Ha ránézek, valami furcsa érzésem támad. Talán mert apa akarok lenni. Nagynéni akarok lenni, igen. Angeles! Angeles! Nézd, milyen szép dolgokat vettem. Angeles! Uram, nem maradhatunk itt, már így is túl sokat tettéltünk. Elmentünk. Mindent köszönök. Angeles. A portás írta meg nekem ezt a levelet, nem én tanultam meg írni, olvasni ilyen gyorsan. Köszönöm még egyszer. Nem tudom, hogy látjuk-e még egymást. Annyira örülök, hogy visszajöttél. Nagyon hiányoztál, édesem. Te is nekem. Nagyon hiányoztál. Tényleg? Igen. Öröm rád nézni. Nagyon szép vagy. Jaj, ne hazudj nekem! Gyerünk, ülj le. Apa soha nem hazudik. Ez igaz. Azt akarom, hogy mindent mondj el. Mindent tudni akarok rólad és az új családodról. De szeretném, ha anyáról is mesélnél. Tudod, az anyád elutazott. Elutazott? Igen. Na de nem értem, beszéltem vele telefonon, és nem említette, hogy el fog utazni. Tudod, hirtelen jött ez az egész, és el kellett mennie. Annak ellenére, hogy már nem vagytok együtt, úgy érzem, mégis jól kijöttök egymással. Igen. Az elején nem volt könnyű, de az anyád és én kedveljük egymást, és ezért vagyunk még jóban. De most mesélj magadról, mit csinálsz? Mondj valamit. Én? Igen. Semmi sem változott, még mindig gyerekekkel dolgozom, és segítek a rehabon. Szeretem ezt csinálni. Olyan büszke vagyok rád. Köszi, apa. Felhívom anyát. Rendben, hívd csak. Örülni fog neked. Szerencsés vagy, hogy így beszélgethetsz a terapeutáddal, mert ez felgyorsítja a felépülést. Nem, nehogy azt hidd. Nekem nem könnyű egy idegennel beszélni a magánéletemről. Nem szeretem. Ki lehet az? Ki az? Nem tudom. Halló? Anya, én vagyok. Milagros, édes kislányom. Hogy vagy, édesem? Nagyon jól érzem magam. Nagyon sokat gondoltam rád, Milagros. Talált ki, hol vagyok. Hol vagy? Buenos Airesben, apával. Otthon, Buenos Airesben? Hadd köszönjek neki.
Juan... Bemutatkozom. Add ide. De én csak... Nem. Halló? Halló? Mi történt? Mert tudod, Milagros semmit nem tud rólunk, és szerintem nem úgy kellene megtudni, ahogy te beleköszönsz a telefonba, jól van, érted? Jól van, igazad van. Sajnálom. Csak olyan izgatott lettem, sajnálom. Ugyan. Ez furcsa, megszakadt. Majd később visszahívod. Nem tudod, hogy mikor jön vissza, apa? Nem, nem tudom, fogalmam sincs. Ugye örülsz, hogy a lányod otthon van? Persze, hogy örülök neki. Miért ne örülnék? Furcsa, igaz? Te ide jöttél, ő pedig hazament. Hamarosan találkozom vele. Nem kell sokat várni. Úgy találkoznék már vele én is. Nagyon várom. Kértem Barbarát, hogy meséljen anyáról, de semmit sem mondott. Te elmondod, hogy hol van? Várj egy kicsit, és elmondom. Halló? Alejandro, én vagyok. Figyelj ide, elmondtad Milagrosnak, hogy hol vagyok? Nem, de éppen most... Kérlek, még semmit sem mondj neki. Mondd neki, hogy Brazíliában vagyok üzleti úton, és a többiek is mondják ezt. Ezt nem értem. Én akarom elmondani neki az igazat. Kérlek szépen, Alejandro, tedd, amit mondtam. Jól van. Ne aggódj emiatt. Szia. Anya volt az? Igen. Miért nem adtad át? Mert éppen egy üzleti megbeszélésem volt. Barbara semmit sem mondott nekem. Hol van anya? Brazíliában. Üzleti ügyben, és hamarosan itthon lesz. Tudja, hogy itt vagy, úgyhogy sietni fog. Remélem is, mert már alig várom, hogy megöleljem. Gondolkodtam valamin, kicsi. Igen? Amíg anya visszajön, addig lakhatnál nálam is. Karolinával? Igen, Karolinával és a kis hugoddal. Egyébként nagyon meg voltunk rémülve, mert baj volt a szívével, de már rendbe jött. Szegény papa. A lányai csak bajt hoznak a fejedre. Ugyan, ne viccelj, ne viccelj. Van valami hír? Legyen türelemmel, Dokikám, oké? Majdnem megvan minden, félig meggyőztem már, csak egy kicsit kell puhítanom. Egy napot kap még. Ezek az emberek már régóta várnak. Nem tudok mit mondani nekik. Jó, de legalább már kihoztam abból a lakásból, ahol megszállt. Tudja mit? Nyugodjon meg, Doki. Még nem lőttek a biznisek. Tisztázzunk valamit. Az a pár 50 rongyot fizetett. Sem maga miatt, sem a nője miatt. Nem akarom elveszíteni. Doki, meggyőzöm, hogy adja nekem a gyereket. Ne erőszakoskodjon vele. Ne hozzon a fejemre bajt. Ha nem tud most dönteni, akkor vigyen el egy katalógust, és nézze át az egészet. Ebben minden benne ezek van. Ezek igazodok? Ugye, amit a... Várj egy kicsit. A katalógusban mindent megtalál. Az árakat, az alkatrészeket, a csomagolást, a szállítást, mindent. És én mindig itt vagyok, ha kellek. Mindig. Köszönöm. Ha visszajön, akkor örömmel. Visszajön. Viszlát. Várj, Viko, mit akar... Mit akartál, fiam? Kér egyet. Köszönöm. Kérlek, mondd el, tudnom kell, hol van Angeles. Nem tudom, hol van. Nem érted, hogy tudnom kell? Jaj, mondd Nikolás, már meg. Nem akarok hazudni. Nézd rám. Figyelj rám, kérlek. Ha nem mondod el, hogy hol van a nővéred, és ezt most komolyan mondod, akkor beleharapok az arcodban. Nagyon éhes vagyok. Hidd el, hogy jól fog esni. Na, szóval nem mondod el? De! Akkor így legyen. Paz Brazíliában van üzleti úton. Ne szóljatok egy szót se Aguirre-ről. Bízhat bennem, uram. Jól van. Mitől akarod megvédeni Milagrost? Ő mindannyiunknál erősebb. Barbie, az anyád ezt kérte. Tedd meg, amit kér. Rendben van?
Apa! Igen? Mehetünk? Mehetünk. Erre. Milágrosz! Nagyapa! Életem! Mikor jöttél meg, kügybogarom? Nemrég. Örülök, hogy újra látlak. Nagyon-nagyon hiányoztál. Te is nagyon hiányoztál. És most hova készülsz? Amíg anya vissza nem jön, apához megyek. Az apádnál fogsz lakni? Igen, igen, de attól még együtt vacsorázhatnánk ott, nem igaz, papa? Nem. A nagyapád nem jöhet az én házamba. Vannak dolgok, amikről még nem tudsz. De lassan minden világos lesz. Nem tudom, mit akarsz beszélni a dokival. Soha se fogja be. Mindig azzal nyaggat, hogy mondjak neki valamit. Komolyan mondom. Jogos, hiszen ő a kezelőorvos. Szerinted jobban vagyok? Még nem látok. Nem javult az állapotom. Ez egy hosszadalmas folyamat, Juan. Persze. De mivel nem vagyok Ácsavalúrián, nem értem meg. Gonosz vagy. Itt jön Chantal asszony. Ó. Ácsavalúrián? Picit halkabban, Sebastian asszony. Most eljön. Jól van, gyertek a tányérokat. Jaj, de jó. Sziasztok! Nikolász, mit csinál itt, uram? Vettem néhány holmit, ruhákat Sebastiannak. De uram, igazán nem kellett volna, így is épp eleget tettem. Köszönjetek Nikolász bácsinak! Hello, Nikolász bácsi! Hogy vagytok, jól? Minden oké? Igen. Gyere egy kicsit. Mindjárt jövök. Mi lehetél el köszönést nekünk? Nem akartam tovább zavarni magát. Nézze, maga túl jó, és tudom, hogy csak bajt hoznék a fejére. A fiad apjára gondolsz. Beszéltem Nestorral. Nem bízhat benne. Láttam, ahogy körülnézett a lakásában. Nagyon jó hifije van, és... nem akarom, hogy baja essék. Nekem nem esik bajom, jogi. Hú, de jó illat van, spagetti lesz. De sajnos sajtom nincsen. Az nem számít. Ilyen halok. Együnk, spagetti! Jól van, együnk! Gyertek sorban! A sor végén vagyok. Gyorsabban! Széhes vagyok. Oui, enchanté. Enchanté. Je suis la maman de Milagros. Vous la connaissez? Bien sûr. Je sais que là était là. Oui? Oui, oui. Milagrosról van szó? Igen, róla van szó. Igen, a lányodról? Igen, édesem. Persze, hogy a lányomról van szó. Chantal asszony azt mondta, hogy Milagros sokáig itt dolgozott náluk. Sokat segített nekik, imád segíteni az embereknek. Je vous explique. Hová mész? Mindjárt jövök, édesem. Egy perc, jó? Jó. S'il vous plaît, madame. Ne dites à personne que je suis la maman de Milly. Je vous prie. Oui. Jaj, uram. Olyan édesek. Nem gondoltam volna, hogy valaha is ilyen ruhákat fogok ráadni. Örülök, hogy tetszik. Tudja, én is csináltam neki ruhákat maradékanyagból, de ezek... ezek sokkal szebbek. Megérdemlitek ezt. Komolyan. Megfoghatom egy kicsit a babát. Ó, ne haragudjon rám, de nemrég aludt el, és ha fel kell, akkor meg kellett etnem. Ugye nem haragszik? Semmi baj, majd máskor. Igen. Akkor jó. Elnézést. Pászkuli. Jó napot, Pacheco. Mi újság? Semmi. Mit csinál itt, Pászkuli? Pász nevében jöttem, és maga? Tati és Ángel lesz barátjának. Szuper. Ezt örömmel hallom. Egyébként nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog. Hoztam iskolatáskákat, egyenruhákat és iskolai felszereléseket. Jaj, köszi, Pászkuli. Nagyon hálás vagyok ezekért, uram. Szóra sem érdemes, kicsit ne sírj. Amúgy sem nekem kell megköszönni, hanem Pásznak és Juannak, rendben van. Ó, igen, uram.
Köszönöm. A java még hátra van. Elnézést. Sajnálom, hogy így adom oda. Ezek a kulcsok az új lakásotok. Jaj, ne! Ne, ne, ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Jó, Istenem. Köszönöm, uram. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Baszko. Ezt nem hiszem el. Sok sikert. Brian. Igen? Gyere ide. Nézd ezt meg, hogy miket hoztak nekünk. Ez mind a miénk. Csak is a miénk. Ki ez a kis úrfi? Bemutatom Bryant, ő a legidősebb. Fiatalabb, mint én persze, pedig Pászkó Leo. Szia, fiam, örvendek. Angel ezt mondta, hogy nagyon kedves volt hozzá. Nagyon köszönöm. Nincs mit. Bryant az én büszkeségem. Tényleg? Ő tud írni és olvasni, néha szerez egy újságot, és olyankor együtt olvasunk. Vagyis ő olvas nekem. Gratulálok. Köszönöm. Bryant nagyon okos. De most már mind megtanultunk írni és olvasni. Bizonyám, és gyakran jövök majd ellenőrizni. Jó? Bryant? Hány éves vagy? 17. Nem lenne baj, ha néhány napig te vigyáznál a gyerekekre? Dehogy is, benne vagyok. Nem, okay. Tényleg nem baj. Rendben. Vigyázol rá. Csak be. Persze, oké. Okay. Bocsánat, Kacsékó. Van valami, amiről én nem tudom? Ne aggódjon, én majd mindent elintézek. Jó, rendben. Gyerekek, pakoljunk össze és irány az új lakás. Segítek én is, menjünk. Oda viszlek titeket, jó? Menjünk! Hello, sziasztok! Szia, Sandra szia, és Konrádom is itt van. Viktória és persze Tatu. Itt van Sandra. Szia, szia. Konrádom is itt van. Konrádom. Üdvözlesz. Hogy van? Jó, jó. Bocsánat, mindjárt jövök. Akkor jó. Jaj, Francesco, te is hiányzol nekem. Nem tudod lemondani azt a programot? Jó, jól van, jól van. Csak látni akarlak, nem bírom tovább. Lautárónak is hiányzol. Tatu. Paz itt van? Nem, nincs. Szerinted hogy érzi magát? Nekem szomorúnak tűnik. Miért mondod ezt? Nem tudom. Hallom. Hallom a hangján, hogy szomorú. Nem, nem, nem. Ebben tévedsz. Francesco mindenkit üdvözöl. Corrado is üdvözli. Biztosan nem örül annak, hogy itt vagyunk. Ő a kivétel. Hé, vigyázzon, mindent hallottam, huá! Csak vicceltem. Vicceltem. Igen. Csak vicceltem. Jaj, egy csomó ajándékot hoztam, huá! Hát tényleg? Csak apró szuveníreket vettem, mert itt minden nagyon drága. Vettem valamit Vandellének. Szóval egyedül van, mikor mennek vissza? Pár nap múlva. Jaj, apa, olyan incselkedő hangulatban vagy. Hello? Hello. Paz? Dr. Rossi vagyok. Csak érdeklődnék, hogy hogy van. Jó napot, Lukász. Köszönöm a hívását. Tehát nem volt semmi probléma? Nem, nem, nincs semmi. Ellenőrizte a vérnyomását? Mindent úgy csinálok, ahogy mondta. Szerencsére minden rendben van. Ezt örömmel hallom. Nagy rizikót jelent ez az utazás. Ezért is hívtam fel, hogy megnyugodjak. Hogy van a férje? Jól, jól van, minden rendben, és ne aggódjon miattam. Felelősséggel tartozom magamért. Nem felejtem el, hogy mit tett értem. Köszönöm. Köszönöm, doktor úr, köszönöm. Az orvosom. Az orvosa? Felhívja Argentinából, mert aggódik érte. Milyen édes. Jól van. Köszönöm, hogy itt maradhatok, de inkább hazamegyek. Nem akarok zavarni. Oh, nem zavarsz. De örülünk, hogy itt vagy. Olyan jó, hogy végre találkoztunk. Így köszönöm van, mindig szépen. Szívesen látunk nálunk, édesem. Köszi, apa. Szeretlek. Jól van. Találkoztam az új családoddal. Mm. De akkor most mondd el, hogy mi a baj nagyapával. Nem. Ez az első napod újra itthon. Még lesz időnk a nagyapádról beszélni. Jól van. Csöpség. Ugye, édes kis csöpség. Na, nézd ki van. Na, ki van itt. De örül neked. Jaj, de édes. Nagyapa. Bocsánat, azt hittem, nincs itthon senki. Én itt vagyok. Nem elég?
Ne vedd magadra. A mai nap már túl eseménydús volt az én fáradt szívemnek. Mert Milagros hazatért. És mivel ő még semmit sem tud, a szemében ugyanaz vagy, aki eddig. De nem sokáig. Hamarosan mindennek tud majd ő is. Na, megyek, lepihenek egy kicsit. Santiago? Szervusz, Gizsó. Jaj, de jó, hogy itt vagy. Beszélnem kell valakivel. Most meg mi történt? Képzeld, Milagros, a testvérem visszajött. Milagros itt van, ne? Alig várom, hogy megismerjem. Miért van az, hogy mindenki megörül a neve hallatán? Ne legyél féltékeny. Beszéltél Tangóval? De beszélned kell vele. Joga van megtudni az igazságot. Gondoskodnia kell a kisbabátokról. Barbara, nem kell együtt élnetek, ha nem akarod, de joga van ahhoz, hogy tudja az igazat. Nem merem elmondani. Akkor gyorsan szedd össze magad. Ha egyértelmű lesz, hogy terhes vagy, már nehéz lesz eltitkolni. Nem Tangó miatt aggódom. Már csak 5 perc, és kész a kaja, Ángeles kisasszony. Ne, várjon egy kicsit, ez túl sok, nekem kellene ennivalót csinálnom. Te maradj csak nyugtani, és foglalkozz a picivel. Én meg veled. Soha nem törődtek így velem. Ezért vagyok most itt. Szerintem most kocincsunk. Tényleg? Igen, kocincsunk. Kocincsunk az új lakásra és a testvéreidre. Sebastianra. Poharad. És kettőnkre. Kettőnkre? Igen. Kettőnkre, arra, hogy találkoztunk. És hogy veled éltem át életem legszebb pillanatait. Sebastian születését. Szeretnék magára kocintani, mert megváltoztatta az életemet, és mert törődik velem és a fiammal. Örökké hálás leszek ezért önnek. Jól csinálod, bal kézzel kell. A szív oldala. Csicsi. Fenékig. Na, milyen? Na, uram. Tudja mit, uram? Igen? Emlékszik arra a házra, ahol a testvéreim laknak? Igen. Tudja, nincs messze innen. És ez nagyon jó, mert gyorsan hazaérek a munkahelyemről, meg vissza. Ha itt fogok még dolgozni, hajlandó alkalmazni még? Igen, persze. Ha megerősödsz, újra dolgozhatsz. Bocsánat. Halló? Nem, Barbara, most nem tudok oda menni. Menjen, uram, menjen csak. Jól van, várj. Mindjárt ott vagyok. Szia. Menjen. Elmegyek, de sietek vissza. Conrado, szóval, mivel maga is orvos, kérdeznék valamit. Szóval maga is üldözi így a betegeit, ennyire törődik velük. Tudom, hogy igen, csak... Ugyan, Juan. Maga is ezt csinálta Tatjánával, ne haragudjon, csak vicceltem. De most komolyan, maga is gyakran hívja fel a betegeit a nap különböző időszakaiban? Juan, ez kizárólag igen? A betegtől. Szóval van, akivel kivételezik. Csak ezt akartam tudni. Hány óra van most Buenos Aires? Fejezd be, Juan. Ez egyáltalán nem vicces. Fejezd be, kérlek. Már csak azt hiányzik, hogy féltékeny legyél a nőgyógyászomra. Juan, érthető, hogy az orvos aggódik miatta, hiszen veszélyeztetett terhes. Igen, nagyon is. Nagyon is mi? Nagyon is aggódik.
Mondtam már, hogy kipróbáltam azt az izét, ami felvisz a hegyre. Jaj, annyira féltem. Jó a kilátás. Látni, nagy agartás. Még én is el akarok menni egyszer. Jó, elmegyünk. Ezt a kirándulást még beiktatjuk. Oké. Okay. Csodálatos ez az ország, igaz? Milyen kár, hogy nem maradhatunk sokáig. Az orvos most csak pár napra adott engedélyt. Látta már valamelyik kötök azt az orvos? Elég volt, Juan! Elég! Fejezd be, kérlek, Juan! Elég volt! Miért csinálod ezt? Szerinted van kedvem flörtölni egy idegen férfival? Miért? Miért nem érted meg, hogy most amiatt aggódom a legjobban, a legeslegjobban, hogy egy lány beléd szeretett, és ez a lány most reménytelennek érzi az életét? Ez a nagy baj. Már elmondtam, mi történt, Páz. Én semmi olyat nem csináltam, ami miatt... Nem érdekel, hogy mit csináltál, és mit nem. Nem érdekel. Az a lényeg, hogy beléd szeretett, és ez nem történhetett volna meg. Valaki más is úgy szeret téged, ahogy én. És ez a másik Gyere, bocsánat, menjünk, bocsánat. Akkor... Jól van, menjünk. Holnap visszajövünk. Sziasztok. Nézzük meg Lautárót. Jó. Sajnálom, sajnálom, sajnálom. Páz. Igazad van. Igazad van. Megértem, hogy aggaszt a gondolat, hogy belém szeretett valaki, és ki tudja most merre jár. De én semmit sem tettem, hogy ez így legyen. Esküszöm. Hol vagy? Jaj, Juan. Sajnálom. Kérlek, bocsáss meg és érts meg. Bocsáss meg nekem. Én nem akartalak megbántani, de tudod, olyan bizonytalan vagyok, olyan bizonytalan. Ne, ezért Juan, beszélek zagyvaságokat, érted? Érted, drágám? Azt akarom, hogy érts meg. Szépen kérek, bocsáss meg. Bocsáss meg. Sajnálom, 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 sajnálom. Nem kellett volna eljönniük. A testvérem kérte, hogy vigyázzak rátok, jaj, de édes. De nem kell ránk vigyázni. Nézd, biztosan okkal kérte a fiam azt, hogy jöjjünk ide, úgyhogy nem megyünk el. Tessék, hoztam neked ruhát a boltból. Nagyon kényelmes, vedd csak el! Jaj, de jó, köszönöm, köszönöm, kisasszony. Tudják maguk, mind annyira kedvesek velem. Megváltozott az életem, amióta Nikolásszal találkoztam. Elnézést, együtt rúgjuk a bőrt. Sajnálom, sajnálom, de mindig elérzékenyülök. Ne sajnáld, ne szégyeld, édesem, nem baj, ha előttünk sírsz. Remélem, hogy ezek most örömkönnyek. Tudják, Nikolász úr a világ leges, legjobb főnöke. Nem találkoztam még ilyen férfival. Csak a mesékben. Csuklik. Jaj, nézd, kinyitotta a szemét. Jaj, de édes. Miért akartad, hogy átjöjjek? Mert beszélnünk kell. És a lakásod olyan, mint egy óvoda. Nálam is sokan vannak. Ezért hívtalak ide. Miért is hívtál ide? Hogy szeretkezzünk. Szóval, kicsim, nem mondod el apádnak, hogy ki miatt nem tudsz aludni? Hm?
anya mondott valamit. Mondta, hogy szomorú vagy. Tudni akarom, hogy ki az oka ennek. Megvan. Hol van a lámpa kapcsolója? Itt balra. Itt van, szuper, meg is van. Az felkapcsolod? Ajtó. Igen, kapcsolom. Mennem kell, édesem, mert mérgesek lesznek ránk. Ne, Páz. Mi az? Ne. Mi az? Veled akarok lenni. De mennem kell, kicsi. Ne, várj még. Na de, mit csinálsz, Juan? Juan! Egy pillanat. Na de, édesem, most... Táncolunk? Itt vagyok. Leveszem a kabátomat. Una manzana por probar, pensando en ti me siento bien. Ahora estoy... Mondani akarok valamit. Csodálatos dolog történt velem. Most először. Szerelmes vagyok. Szerelmes vagyok. Mondani akarok valamit. Szerelmes vagyok. Szerelmes vagyok. Csodálatos dolog történt velem. Mondani akarok valamit. Páz? Páz? Mi a baj? Mi a baj? Magyar szöveg Boros Karina. Hangmérnök és vágó Schriffert László. Gyártásvezető Gémesi Krisztina. Szinkronrendező Götz Anna. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.